Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a két gyönyörű mosolygós hölgy itt a stúdióban, Márton Gréta és Faluvégi Dorottya, az FTC Rail Cargo Hungária junior világbajnok kézilabdázói. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Elképesztő élmény volt benneteket látni, és azt is nagy élmény volt látni, hogy hány embert ültettetek a képernyő elé, hány ember örjöngött ott a Phoenixben. Szóval egyszerűen elképesztő volt. Én gondolom, hogy nektek meg elképesztő volt megélni ezt a hangulatot. Úgy, hogy te is mondod, minket is nagyon magával ragadott ez a hangulat, és nem számítottunk ekkora érdeklődésre, hiszen csak 20 éves lányok vagyunk a karrierünk elején, mégis annyi embert vonzottunk a csarnokba, hogy elképesztő jó érzés. Mennyire vonta el ez a figyelmeteket attól, ami a pályán zajlott? Tudom, hogy mindent nagyon fegyelmezetten végrehajtottatok, ezt az edzőitek elmondták mind, de mégis azért, amikor ilyen hangulat van körülöttetek, akkor lehet 100%-osan koncentrálni, vagy azért egy kicsit ez is bekúszik a fejbe? Én úgy gondolom, hogy az elején egy kicsit talán zavarhatott minket ez a nagy tömeg. Nem is azt mondom, hogy zavarhatott, hanem elvonta egy kicsit a figyelmünket. Nem úgy kezdtük az első mérkőzést, ahogy szerettük volna, de utána már úgy gondolom, hogy csak segített minket, és ez abszolút pozitívum volt mindenki számára. De azt mindig mondják, hogy az első mérkőzésen, egyébként is minden sportágban az első néhány percen, hogyha az ember túl tud jutni, akkor utána már gördülékenyen megy, az viszont mindig problémát szokott mindenkinek okozni, nem? Igen. Ez más sorozatokban is így van. Igen. Tudtuk, hogy nehéz lesz, meg kell szokni majd a stadiont, a nézőket, magát a hangulatot, most lehet igazából akármilyen körülményre fogni ezt a teljesítményt, mi ezt felvállaltuk, meg elviseltük, túl tudtunk ezen lépni, de tényleg voltak ilyen nehézségek az elején, például teljesen más csarnokban melegítettünk, ahol senki nem ült a lelátón, utána bentünk egy csarnokba, ahol mindenki örült nekünk, úgyhogy elfogadtuk ezt, hogy az elején nem ment olyan jól, és bíztunk benne, hogy össze fog ez állni. És mikor volt az az érzés, amikor a pályán azt éreztétek, hogy teljes magabiztosság, itt nem lehet semmi probléma, nem kell mérkőzésre sem lebontani, csak az a pillanat, amikor már az ott, itthon vagyunk, jók vagyunk, itt aztán jöhet bárki. Én most mégis megemlíteném az első mérkőzést, hiszen szerintem utána lendültünk át azon a ponton, és utána éreztük a szurkolók szeretetét, és azt, hogy értünk vannak itt, és nekünk szurkolnak. Mennyire számít sokat a ti csapatotoknál az, hogy bajnokok ligája szereplés, hogy bajnoki címért küzdelem, vagy esetleg bajnoki cím megnyerése, vagy mondjuk a középiskolai világbajnokság megnyerése, mert a csapatban szinte nincs olyan ember, akinek ne lenne valamiféle nagyon komoly trófea már otthon. Szerintem ez teljesen más tészta. Nekünk is mondták többen, hogy nektek talán könnyebb, meg és bizonyos emberek nekem. Nem, mert itt nem csak magunkért felelünk, hanem mi egy csapat vagyunk, és hiába megy mondjuk, tegyük fel a Grétinek jól, vagy nekem jó, hogyha látom a mellettem lévőn, hogy ő bajba van, őt zavarja a közönség, ugyanúgy segíteni kell neki megfogni az ő kezét, szóval az ember nem csak magával foglalkozik, és az, hogy de jó, én tudom kezelni ezt a helyzetet, hanem arra is kell figyelni, hogy mindenki, aki a pályán van, vagy esetleg a padon, ők is fel tudjanak oldódni, és ebbe csak egymásnak tudunk segíteni. Grétának most egy kicsit nehezebb dolga lesz, neked lesz időt gondolkodni, de mondjátok meg nekem, hogy ilyenkor mindenki mindenféle tanácsokat ad nyilván a versenyek előtt. Ki volt az, aki egy olyan mondatot tudott mondani, ami bizonyos helyzetben esetleg tudott segíteni, ha volt ilyen? Szerintem kiemelhetem Pignicki Krisztinát, hiszen ő a meccsek elején mindig mondott egy-egy mondatot, még az öltözőben, ami tudott minket motiválni, és elfeledtette velünk azt a fajta stresszt, ami esetleg érhetett bennünket, és szerintem ő segített minket át. Hát az, ahogy ő magas térdemeléssel szögdécselt a világbajnoki cím után, az valami egészen hihetetlen volt, teljesen átment veletek tinibe. Neked ki volt, aki? Nem ötlet hiányában mondom, de tényleg Piga volt az, aki annyira életszerű tanácsokat tudott adni, és ő is megélve már ezeket a pillanatokat, mindig olyat tudott mondani, hogy még így izgultunk az öltözőben, hogy most olyan mi lesz, és talán mindenki hátradőlt, hogy na akkor menjünk neki ennek a meccsnek. Valami mást is szeretnék kihúzni belőletek, hogy például Elek Gábor hogy engedett el benneteket erre a sorozatra? Már nem is emlékszem pontosan. Szerintem a szokásos, vigyázzunk magunkra, és tegyük őt büszkévé, vagy tegyük mindenkit büszkévé. Igen. Ja, és hogy vigyázzunk a legjobb barátjára, ezt is mondta. Igen. És milyen volt visszatérni?
Hihetetlenül jó érzés volt egyébként, én már nagyon vártam. Kaptunk egyébként egy hét pihenőt, az alatt ki tudtuk tisztítani a fejünket, és tudtunk egy kicsit a családdal is lenni, de utána már nagyon hiányzott a közeg, hiányoztak a lányok, és az, hogy tényleg újra otthon legyünk. Azt mondják, hogy amikor az ember a junior korosztályt befejezi és átlép a felnőttek között, ez egy teljesen más dolog. Hát nektek azért van ebben már tapasztalatotok, mert van átjárás, de mégis tényleg egy új élet kezdődik, és neked Gréta például idén azért nagyon sok minden volt, mert hiszen az iskolában is helyt kellett állni, és hogyha jól tudom, akkor azért te egy meglehetősen erős gimnáziumba jársz. Igen, én Budaörsre, az I.S. Gyula gimnáziumba járok, és ez nekem egy hatalmas segítség tőlük, hogy ők is mindenben támogatnak, és az, hogy magántanuló vagyok, ez segít nekem abban, hogy minél jobban össze tudjam egyeztetni a tanulást a kézilabdával, és ez egy nagy könnyebbség számomra, hogy a tanárok és a diákok is mind segítőkészek, és itt tényleg nincs nehéz dolgom. Az, hogy tanultok, az mennyire segít abban, hogy mondjuk a pályán adott pillanatban a koncentráció jobban működjön? Szerintem talán nem is a koncentrációban segít, hanem így az összeszedettségben. Nekem nagyon sok ilyen szabad gyököm, vagy nem tudom, hogy mondjam, és megőrülnék. Igen, és tanulással le tudom kötni őket, és akkor már úgy tudok edzésre menni, hogy mondjuk, ha csak délután edzés, hogy nem egész nap lustálkodtam, hanem tudom, hogy... És erre magadtól ráveszed magad? Hát muszáj. Teljesen önként? Hát muszáj. Mit tanulsz? A szüleim már nincsenek úgy ott mellettem minden nap, hogy lögdössenek. Gazdálkodást tanulok a Műszaki Egyetemen. Úgyhogy pont jó, hogy nem, nekem könnyebb, hogy nem sporttal kapcsolatos, így egy kicsit más irányba is tudom terelni magam. Gréta, neked már megvannak az ez irányú terveid, hogyha az I.S. befejezted, akkor mit szeretnél, vagy mit fogsz csinálni? Még konkrét elképzeléseim nincsenek, viszont nagyon szívesen foglalkoznék gyerekekkel, illetve felnőttekkel is, hogyha úgy hozza az élet. Érdekel egyébként a pedagógia, a pszichológia, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Nem tudom, hogy mennyire kérdezek nehezet, de mégis érdekel, hogy hol kezdődik egy ilyen siker? Tehát mikor van az a pillanat, amikor elkezdtek felkészülni arra, hogy egyszer majd junior világbajnokságon a világbajnoki címet sikerüljön megszerezni, mert annyira felkészültek vagytok, mert megvan hozzá tapasztalatotok, mert le tudtok győzni egy norvég válogatottat kétszer. Szóval, hogy hol kezdődik ez el szerintetek? Szerintem nagyon nehezet kérdezel, mert ez biztos, hogy egy folyamatnak a szüleménye, biztos, hogy nem ezen a nyáron múlt, hiába végzett nagyon komoly munkát velünk Golovin Vladimir mester. Biztos, hogy benne van az, amit mindenki hoz a klubból, teljesen az utánpótlás korunk elejétől kezdve, Bohus Beáéktól kezdve, Hajdú Jani bácsitól kezdve, úgyhogy én ezt egy komplex dolognak látom, ami hál' Istennek így pont jókor a végére így összeérett. És van valami, amire, amikor az ember megnyeri a világbajnoki címet, és persze eltelik néhány nap, és úgy gondolkodtok rajta, hogy milyen következmények lehetnek, tehát van valami, amiről úgy gondoljátok, hogy az majd egy kicsit könnyebb lesz, vagy erre lehet alapozni, vagy mondjuk a jövőben majd lehet valamit tervezni ezzel kapcsolatban? Tehát van bármi, ami változás? Én egyelőre még nem érzek változást. Én érzem a családom és a szurkolók szeretetét, és ennek én nagyon örülök, ez nekem bőven elég, hogy ez elkísér engem egy életen át. Meséljetek nekem egy kicsit a csapatról, mert hogy a többiek nem tudnak itt lenni, nem férünk be annyian a stúdióba, de hát az, hogy ezt a sikert elértétek, mindenki elmondja, meg látszott is a képeken, szóval elképesztő az a nem is tudom, ami van köztetek, az a kémia, amit mindig gondolnak az edzők, hogy nagyon-nagyon fontos. Szóval az annyira látszik, mintha egy burok lenne körül benneteket. Én több csapatban, közösségben voltam már, de a csapatról nagyon nehéz puszta szavakba beszélni, mert tényleg a gyerekkorunk van mögöttünk, és hihetetlenül szeretjük egymást, és ez a pályán is megmutatkozott, mert nehéz pillanatokban mindig ki tudtunk állni egymásért és segíteni egymást. Tényleg nehéz szavakba önteni, szeretem ezeket a lányokat, és bármit megtennék értük. Mondjatok már nekem egy szituációt, bármelyik este egy vacsoránál, egy szobában, egy kis beszélgetésnél, bármit, ami ki tudja fejezni azt, hogy milyen viszonyban vagytok egymással. Minden esténk így telt. Még vacsoránál nem rohantunk el, hanem volt egy megszokott kis játékunk, csomó társas... Miféle játék? Hát rengeteget kártyáztunk, rengeteget társasoztunk,
És ez ott, volt ott fontos, hogy ki nyer? Egyébként ott versenyeztek egymással? Egyébként ott is jelen volt a versenyhelyzet szerintem, mindenkit bosszantott, amikor nem nyert, de inkább csak nevettünk és jól éreztük magunkat. És ilyenkor, mikor mondjuk csapatot kell alakítani egy játéknál, legyen az társas játék, vagy kártya, vagy bármi egyéb, akkor megvannak már azok a kis társaságok, akik egymással mert egy klubban, semmi ilyesmi? Mindig spontán választjuk ki, meg mindig más játszott, meg tényleg nagyon sokféle játékot játszottunk, hogy nem voltak ilyen beváltak, hogy ki, mikor, kivel van. Az, hogy a mérkőzéseken, ha valakinek elkezdett nem úgy menni, és mindig volt, aki át tudja venni a szerepét, és mindig volt, aki a hátára tudta venni a csapatot, és tudta továbbvinni, az ennek köszönhető, hogy ilyen kapcsolatban vagytok egymással, és hogy mindig ki tudjátok egymást rángatni ezekből a mélypontokból, vagy van erre bármi, amit lehet mondjuk edzésen gyakorolni ezzel kapcsolatban? Szerintem ez nagyban annak köszönhető, hogy ilyen régóta már együtt vagyunk, és ennyire szeretjük egymást. Én abszolút személy szerint nem éreztem rivalizálást egyik poszton sem, hanem tényleg egy nagy családként funkcionáltunk. Igen, ez nem volt mindig így. Voltak azért a csapatban nézeteltérések még régebben, de szerintem mindenki felfogta épésszel, hogy pont mindig egy kicsi hiányzott, és lehet, hogy ezek miatt, és idén tényleg nem volt olyan, hogy szurkálódás a csapaton belül. Pont olyan jó veletek beszélgetni, mint ahogy a pályán jó nézni benneteket. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és képviseltétek az egész csapatot. Gratulálunk mindenkinek. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra!